A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Mai műsoromban a 2013. évi baleseti statisztikákat, a bekövetkezett balesetek fő kiváltó okait és a 2014. év elejének baleseti statisztikáit beszélem át meghívott vendégemmel, élésen a szakértővel. Jó estét kívánok, János, üdvözöllek itt a stúdióban. Elég régen nem találkoztunk, átadnám neked a szót és kezdjük el az elején úgy, ahogy te jónak látod. Jó estét kívánok! Hát ahogy én jónak látom, a rendőrség havi szinten gyűjti az információkat minden kerületi, illetve minden területi egységtől. Ezeket elemzik, és ezekből készül évvégén mindig egy 6-6-os személyisüléses közúti statisztika. A 2012-es évhez képest 2013-ra az elmondható, hogy a halálos közúti balesetek arányában csökkenés mutatható ki, mint egy 17 emberrel kevesebb hunyt el közúti baleset következtében az útjainkon, ami egy nagyszerű eredmény. A súlyos sérüléses ügyekben, tehát a büntetőjogi értelemben 8 napon túl gyógyuló súlyos sérültek, illetve a könnyű sérültes ügyek száma viszont valamelyest növekedett. Mindez azt mutatja, hogy nagyjából eleget teszünk annak a közlekedés politikai irányelvnek, hogy 2015-ig vállaltuk azt, hogy a felére csökken nálunk a halálos közúti balesetek száma, ezügyben jó irányba megyünk. Az, hogy az idei év hogyan alakul majd, az még kérdéses, illetve a tavalyi évben szintén az még egyfajta kérdés, hogy ez a kis változás, hogy az egyik része csökken, a másik része növekszik, ez tulajdonképpen nem mondható különösebb kiugrásnak. Ami viszont érdekes, hogy a területi egységeket figyelembe véve halálos közúti balesetekről beszélünk, kiemelkedő mértékben csökkentek Vas megyében, Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya megyében és Heves megyében a halálos közúti balesetek számai. Ezzel ellentétben viszont megnőtt jelentősen Jász-Nagykun-Szolnok megyében és Nógrád megyében ezeknek a baleseteknek az arányai. Vélelmezem, hogy ez abból is fakad, illetve annak is köszönhető, hogy azokban a megyékben, ahol kevesebb a közúti baleset, ott talán már az úthálózat korszerűbbé vált, több felújításon vannak túl, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megyében tovább is a 4-es főút az, ami borzalmas statisztikákat mutat. Tehát ezek az átmenő tranzit útvonalak, amik egyes számjegyekkel kezdődnek, az autópályánk mellett borzalmas statisztikát mutatnak. Ha a 4-es utat említetted, az azt jelenti, hogy még mindig a halálútnak megnevező, vagy megfelelő megnevezést ezt joggal birtokolja? Sajnos még mindig. Bár Budapest elejétől már alakulnak ezek a kétszer-két sávos úgynevezett autóutak, alakulnak a különböző városokat elkerülő szakaszok, de sajnos a keleti országokba, vagy a kelet-európai országokba való hazatérő vendégmunkások még mindig nagyon sok gondot okoznak. Még mindig jellemző az, hogy a kelet-európai országokból idejövő kamionosok okozzák-e a keleti, illetve a déli országi részben a baleseteket, amikor vagy elhagyják az országhatárt és mennének haza, vagy pedig onnan jönnek és nagyon-nagyon fáradtak, és itt fognak balesetet okozni már fáradtságokban. Ez milyen mértékben változott az elmúlt időszakban? Amennyire én így látom és hallom a híradásokban, illetve látom a szakirodalmat, ezek nem nagyon változtak. Tehát továbbra is rengeteg az elalvásos baleset, továbbra is a kimerültség miatti balesetek nem állnak félre, nem pihennek, nem tartják be kötelező időket, ami nekik elő van írva. Hogyha nem akarom megvédeni a kamionosokat semmilyen tekintetben, tehát senkit nem szeretnék sem pozitív, sem negatív pellengére fölállítani. Rendszeresen szoktam a 4-esen autózni, és tegyük a szívünkre a kezünket. Azt hiszem, hogy Törökszent Miklósnál van egy kamionos parkoló, Szolnok előtt 91 néhányos kilométer külnél van egy nagy kamionos parkoló,
és én nem is emlékszem, hogy valahol még lenne. Tehát, hogyha a kamionos meg akar állni, lehet, hogy fáradt, de még neki akkor 20-30 vagy 50 kilométer tovább kell menni ahhoz, hogy egy következő helyen ő pihenni tudjon, ha akar. Tehát Ceglédig nincsen kamionos pihenő. A négyesen. Azt lehetne várni majd, hogy az infrastruktúra kiépítés ugyanúgy majd, ahogy majd haladnak előre a kétszer kétsávos útépítésekkel, ugyanúgy majd kiépítésre kerül. Ez most még kevés. Szintén a kamionosokkal kapcsolatosan. Autópályán ugye tudjuk, hogy 23 óráig reggel 6:00-tól 23:00-ig a kamionosok nem előzhetnek, hanem csak a szélső sávot használhatják közlekedésre. Tehát semmi okot nem találhat meg, és nem mondhatja azt, hogy azért előztem, mert. De ez az autóutakon hogy működik? Tehát az egysávos, mint a négyes. Rendszeresen tapasztalom azt, hogy kamionok bizony kökeményen előznek. Ugyanúgy működik, hiszen a Kressz úgy fogalmaz, hogy a két azonos irányba forgalmi sávval ellátott úttesten. Tehát ha csak két forgalmi sávon van, akkor a kamionosnak kutya kötelessége kimaradni a jobb szélsőbe, és ott végig haladni. Nem először. De hogyha egy sávról beszélünk, mint a négyes út? Hát ha egy sávról beszélünk, akkor természetesen, ha nincsenek az előzésnek külön akadályai, tiltótáblája, előzni tilos zárónak. Nem korlátozza a jogalkotó? Nem. Nem korlátozza? Nem. A négyes út számomra is, én is azt mondom, hogy egy borzasztó veszélyes útszakasz, nem szívesen autózok arra, rá vagyok kényszerülve, hogyha le akarok menni vidékre abba az irányba, akkor muszáj vagyok használni, és nem csak én vagyok ezzel így, hanem szerintem nagyon sok autós társunk, és tudjuk, hogy nagyon jó, hogy ez kriminális állapotokat mutat. Bízom benne, hogy előbb-utóbb ezt fel fogják számolni, és ki fogják építeni a normális autót, úthálózatot úgy, hogy az méltó is legyen a közlekedéshez. Az baleseték kiváltó okainak mi nevezhető, mik voltak az elmúlt időszakban azok a főbb okok, amik a baleseteket okozták? Az elmúlt időszakban szinte ugyanazt lehet elmondani, mint a korábbi évekről. Csak itt egy picit próbáljuk meg kicsit jobban kivesézni. Első helyen ám még mindig továbbra a sebesség nem megfelelő alkalmazása. Ez alatt értjük az abszolút gyorshajtást, és értjük a relatív gyorshajtást. Még mielőtt belemegyünk ebbe, a baleseteknél a lakott területen belüli, vagy a lakott területen kívüli útszakaszokon jellemző a baleseteknek a bekövetkezése. Mi erről a tapasztalat, ha erről egyáltalán van statisztikánk? Statisztikánk erről nincsen, de nagyjából azt lehet elmondani, hogy 50-50%-ban. Előfordulnak. És itt akkor elmondható mind a két területen, akár a lakott területen belül, vagy lakott területen kívüli útszakaszokon a gyorsítás az még mindig dívik. Sajnos még igen, és ugye itt bontsuk ketté a sebesség nem megfelelő alkalmazását. Ugye a sebesség túlépésnél mindenkinek az jut az eszébe, hogy száguldunk óriási tempóba, jelentősen túlépve az adott szakaszra megengedett sebességet. Ez való igaz, ez az abszolút gyorsítás, ennek van jelentősége. De a sokkal... nem csökkenő tendenció ez egyébként? Nagyon sok trafipax találhatok én a városokban, az országutakon, fix telepített trafipaxok is vannak, ott vannak a kamerák az autópályákon. Ez nem visszatartó erő? Valamennyire visszatartó erő az elmúlt évben 280 ezer ügyben kezdeményezett közigazgatási eljárást a rendőrhatóság. Ez nagyon sok. Ami rengeteg, ebből 230 ezer csak a gyorshajtás, tehát iszonyatosan nagy szám. A gyorshajtásoknak a másik fajtája, amiről ugye mindig ugye kevesebbet beszélünk, ez úgynevezett relatív gyorshajtás. Mihez képest megyek gyorsan? Tehát nem az adott útviszonynak megfelelően vezetek, az adott útviszonyokhoz képest választom meg rosszul a haladási sebességemet, és válok majd a baleset okozójává. A másik ilyen nagyon nagy szám továbbra is az elsőbségi jog megnemadása. Ez is egy olyan terület, ami több részből áll, ugye részben a jelzőtáblák által megadott elsőbségi jogok, elsőbségadás kötelező jelzőtábla, figyelemen kívül hagyása, de ugyanígy ide tartozhat az is, hogy a gyalogosoknak például ki, hogy gyalogos átkelőjén, hogy abszolút elsőbségük van, és ezen csoportot is ide sorolják. A harmadik ilyen nagy rész a kanyarodás szabályának be nem tartása. Általában mindenki elfelejti, hogy ha olyan útszakaszon, ami egyébként nem alkalmas párhuzamos közlekedésre, és balra szeretnék bekanyarodni egy adott útkezdődéshez, házhoz, leállóhoz, útcsatlakozáshoz, bármihez, kutya kötelessége meggyőződni arról, hogy jármű előzését más nem kezdte meg. Ezt minden alkalommal meg kell tennem. Ha nem látom a tükörből, előírások szerint ugye vállam fölött hátra kellene fordulnom. Mindig elmulasztják. Ebből utána összeakadnak, és talán megy a vita, hogy ki miért előzött meg egyebek. Nagyon sok esetben egyébként motorosok, akik ilyenkor esnek áldozatul baleseteknek,
ugye elkezdi az előzést, az autós nem győződik meg arról, hogy már mögötte valaki kielőzi a, mondjuk a kocsisort, mondjuk legyen ez egy motoros, és akkor megtörténik a baj, amiből nagyon sok esetben tragédia lett. Igen, a motorosoknál ez halmozottan balesetveszélyes, ugyanis ő jóval gyorsabban közlekedik, helyesebben gyorsabban tud irányt változtatni, tehát adott esetben a hátam mögött lévő második, harmadik autó mögül is ki tud hirtelen bukkanni, ezt most vagy észreveszem, vagy nem. Olyan a sebessége, akkor az a bizonyos 1-2 másodperces időszak nem is elegendő, hogy én észleljem őt és felfogjam, hogy probléma lesz, és már befordultam elé. Ez borzalmas nagy ok és gond. Az irányváltoztatás szabályának a megszegése alatt mit értünk? Mert azt is ugye feljegyeztük, hogy egy kiváltó oka tud lenni a balesetek bekövetkeztének. Ez mit jelent? Hát az irányváltoztatás szabályai között ugye megint csak a szabálytalan forgalmi sávváltás. Ezek mit jelentnek? Ezt részletezzük a tévénézők elé. Hogy lehet szabálytalanul forgalmi sávot váltani, vagy irányt változtatni? Amit ugye minden autós elfelejt, az a bizonyos irányjelző mozdulat. János, erre szerettem... Tehát ugye balkézzel az irányjelző kart kellő időben, miért mielőtt lekanyarodnék. Nem teszik ezt az emberek? Én Európa több országában járok, akkor látom azt, hogy az emberek igenis még tőlünk keletebbre Romániában is kiteszik. Borzasztóan közlekednek ahhoz a kultúrához képest, amit mi megszoktunk Magyarországon. Beszedelmesen tudnak közlekedni, meggyőződésem, ez az én szubjektív véleményem, de mindenki kitesz az irányjelző lámpáját. Magyarországon azt mondom, hogy 10 autósból 9 nem teszik ki az irányjelző lámpáját. Megneveznék egy bajor márkát, a BMW autósoknak a 10-ből 10 nemre teszik ki az irányjelző lámpáját. Tehát olyan gusztustalan módon tudnak közlekedni, ami azt hiszem, hogy nyomdafestéket nem tűrő, bevágnak egyik a másik elé, és úgy gondolom, hogy méltatlan ahhoz, aki egy ilyen autót megvásárol magának, méltatlanul viselkedik az autótakon, vele a viselkedési magatartással. De Magyarországon 10 emberből 9, én ezt szoktam számolni, 10-ből 9 nem rakják ki az irányjelző lámpát. Ennek mi lehet a kiváltó oka? Én szerintem erre épesző magyarázat nincs. De tőlünk keletebbre a románok kirakják az irányjelző lámpát. 10-ből 10-szer, ha kimegyek Erdélybe, Romániába, látom, hogy mindig kiteszik, és tényleg kiteszik. Motorosok kiteszik az irányjelző lámpát. Robogósok nem használják, ők mennek, mint az őrültek. De motorosok is kiteszik, de a magyar autósok túlnyomó része ezt nem használja. Ez milyen következményeket tud magában foglalni? Erről van-e valamilyen statisztika? Hát, aki felelősen közlekedik, az ugye tudja azt, hogy mielőtt bárhova lekanyarodnék, ugye a mögöttem lévő forgalmat ugye tájékoztatnom kellene arról, hogy merre szándékozom elkanyarodni. Ugye ezekben a helyzetekben ugye kellő időben irányjelzőt használva jobbra vagy balra le lehet fordulni. A nagyobbik probléma az az, aki például egy irányú utcából nem tanulta meg annak idején, hogy egy irányú utcából baloldalra besorolva kanyarodok el majd balra. És nem jobbról besorolva. És én nem pedig jobbról, mert ugye ne adja meg a Jóisten, bárki még mellém jöhet, ha véletlenül alkalmas párhuzamos közlekedésre az az úttest, véletlenül mellém jön, és ő meg jobbról balra fog befordulni. De ugyanígy megcsinálják azt is, hogy aki jobbra le akar fordulni kisívben, behúzódik az úttest felezővonal mellé, balra, és onnét fordul be szinte nagy ívbe. Ha erről az egyirányú utcában való bekanyarodásról beszélünk, változott-e valamit a jogalkotóknak, vagy a közlekedési szabályokat megalkotóknak a rendelkezése az elmúlt évtizedekben, hogy egy egyirányú utcából, ha ki akarok kanyarodni balra, akkor balra húzódok az út felületen, ha jobbra, akkor jobbra húzódok. Ha egyirányú utcában vagyok, számtalanszor azt tapasztalom, mindenki beáll, mint a kis bárányok jobbra, és jobbról kanyarodnak be balra, de kivétel nélkül. Hogy itt volt valami változás, ami adott esetben az emberekben egy rosszul beidegződött mozdulat, és ezt a változást nem kísérlik figyelemmel, és ez ennek a következménye, vagy egyszerűen annak a beidegződése, hogy jobbra tartási kötelezettségünk van, és ez van az emberekben kialakulva. Vélhetően ez az utóbbi. Tehát nincsen a jogalkotók, a közlekedési szabályokat megalkotók részéről nem volt itt változtatás azért. Nem volt változtatás, tehát abszolút 20 nem. 20 évvel ezelőtt is így történt? Így van, pontosan. Egy irányú utcából balra kanyarodok, balra kell besorolnom, balra kell húzódnom. Hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ezt az emberek komolyabban vegyék? Mert nagyon sok esetben azt lehet tapasztalni, hogy az utolsó pillanatban szó szerint 2-3 centre állnak meg egy autók egymástól. Hát tenni ez ügyben tulajdonképpen majdnem azt kell mondjam, hogy semmit nem lehet. Ugye ehhez kellene egy fokozott rendőri ellenőrzés, vagy hát az meg fogja tapasztalni, hogy ennek vannak hátulütői, akivel véletlenül ott összeakad és ott összeütköznek. A kiváltó okok, a balesetek kiváltó okait még a gyalogosokkal szembeni autós magatartások is kiváltják. Mit értünk ez alatt? Sajnos a 2014-es évet kirívó statisztikával kezdtük.
15 gyalogos veszítette életét az év első 14 napjában. Ez egy borzalmasan nagy szám. 10 esetben a statisztikai adatok szerint a gyalogosnak volt közreható magatartása a baleset létrejöttében. Ez azt jelenti, hogy nem kifejezetten az autós figyelmetlensége vagy elsőbségadás elmulasztása, hanem a gyalogos hibája, figyelmetlensége, tiltott helyen való áthaladása is közrejátszott a baleset bekövetkezésében. Nekünk oda kell figyelni azokon a helyeken, ahol abszolút elsőbsége van, kijelölt gyalogos átkelő helyeknél, illetve olyan útkeresztődésekben, ahol nincs kijelölt gyalogos átkelő hely, és a gyalogosok közlekedése egyébként az úttesten történne, a járda meghosszabbított vonalában, ezeken a helyeken fokozottan kellene figyelnünk arra, hogy számítanunk kell arra, hogy gyalogos forgalom várható. Ezekben a balesetekben itt elmondható akkor az, hogy sajnos a gyalogosok saját maguknak kiváltó okot teremtenek meg, aminek a végeredmény az, hogy tragédia lesz? Igen, és nem beszélve arról, hogy a gyalogosnak több lehetősége van, mint egy autósnak. Tehát, ha ő figyelmesen körülnéz, ha ő látja az autót, és úgy választja meg a saját haladási tempóját, vagy egyáltalán, hogy eldönti, hogy elindulok-e, vagy nem indulok el, ő neki több lehetősége van, vagy visszalépek, vagy bármi olyan mozdulatot teszek, amivel el tudom kerülni a balesetet. Az autó sakmat helyzetben van. Érkezik a keresztődés felé, lelép a gyalogos, ha megtorpan, megáll, sakmat helyzet van. Van egy előteljes fékezés, és utána megvárom, hogy lesz-e puffanás, vagy nem. Milyen mértékben határozható meg, ha százalékban lehetne mondani, hogy milyen százalékban okozója az ilyen baleseteknek a gyalogosok, és milyen százalékban az autósok, a gépjárművezetők? Hát az összes statisztikát tekintve a gyalogosok elenyészőek, tehát általában egy 8%-ot okozzák a közötti baleseteknek, míg ugye az autóvezetők 51%-ot birtokolnak ebből a szeletből. Ez ugye adódik abból is, hogy ugye a legtöbb résztvevője a közlekedésnek a személygépjárművezetők köréből kerül ki. Hogy állunk az alkohollal? Tiltott szerekkel, tudatmódosítószerekkel, gyógyszeres állapotban, tudatmódosítószerek használata következtében való gépjárművezetés. Ugye hallottunk olyanról is, hogy be volt kábítószerezve valamelyik vidéki városunkban a delikvens autósunk, és akkor leszorította a mentőst. És mint hogy a rendőrhatóság megállapította, hogy kábítószer befolyásoltsága alatt volt. Hogy állunk ezekkel a szerekkel, illetve az alkohollal? A statisztikai adatok szépek. Tehát a statisztikai adatok határozott javulást mutatnak-e tekintetében. A közúti balesetek számát tekintve viszont az egy figyelmeztető jelzés, hogy minden tizedik közúti balesetet okozó ittas állapotban, vagy bódult állapotban, vagy olyan szer állapotában vezet, ami tiltott. Tehát minden tizedik. De a statisztikai adatok szerint ebben van némi nemű javulás, és azért ez valamennyire előre mutat. Mennyire jellemző a gépjárműveknek a karbantartásának az elmulasztása következtében bekövetkezett baleset? Nagyon jól tudjuk, hogy nem csak a fékeknek kell rendben lenni, hanem a lengéscsillapítók megfelelő minősége az nagy mértékben tudja csökkenteni a fékutat és a féktávolságot. Tehát milyen mértékű az, hogy elhasználódott, lelakott, úgymond összetákolt autóval közlekednek és úgy okoznak, vagy szenvednek valakik balesetet? Mennyire jellemző ez a fajta hozzáállás? De szerintem ez is nagy mértékben kiváltóka tud lenni egy balesetnek egy bizonyos kritikus helyzet után. Már nem lehet ugye mit tenni az autónak, meg kell állni, de hogyha a fékút, féktávolság, az megnövekszik, onnantól kezdve nem lehet mit tenni. Igen, én szerintem amiatt nincs azért erre teljesen határozottan nagy statisztikai adat, mert szerintem a gépjárművezetők túlnyomó része, aki után belekeveredik egy ilyen baleseti szituációba is, kevésbé fogó fék miatt, beesett fékpedál miatt, bármi olyan dolog miatt szenvedél a balesetet, ami visszavezethető hozzá, hogy az ő karbantartási elmulasztása, hiányossága, szervizelések elmulasztásának hiányossága, ezeket általában nem szívesen vallják be, hogy ez a balesetnek a fő oka, inkább elviszi a balesetért való felelősséget bármegyen, csak azt ne kezdjék el piszkálni, hogy ő még erről. De ez mennyire jellemző egyébként a magyar embereknek a részéről, ez a fajta nem törődöm hozzáállás? Mert majd még szeretnék ez ügyben mondani valamit, hogy tavaly mivel kerestek meg, hogy mit képviseljük. Én ezt azt mondom, hogy nem feltétlenül az elhanyagolás. Tudjuk, hogy a gazdasági okok is fennállnak. Így van, pontosan. Tehát én azért ezt inkább ide vezetem vissza. Ha megnézik a mai gépjármű állományt,
ismét azt lehet látni, hogy megint nagyon sok a 10 év körüli autó, megint nagyon sok a külföldről behozott, régen úgy mondták, hogy úgynevezett bontószőkevény autó, amiket behoznak, tehát hogy borzalmas állapotba kerülnek be, utána egy műszaki vizsgáztatást és egyebet követően minden rendben van, és beleülnek emberek. Ezekről van statisztika, hogy a balesetek kiváltókaiban ezek az ilyen lelakott gépjárművek milyen mértékben játszanak szerepet? Határozott statisztika adat nincs. Néha-néha ugye azt lehet látni egy-egy híradásban a tragédia felvételein, hogy úristen, milyen autó okozta. Vagy hogy úristen, ez az autó egyáltalán még részt vettek még a forgalomba. Tehát ezek óriási gondok. A gumik állapotának a szerepéről olyan megkeresést ért bennünket a tavalyi évben, tehát magát a Ne legyen áldozat című műsort, hogy képviseljünk egy olyan szervezeti összefogást, ami azt szeretné elérni, hogy ne legyen kötelező télen a téli guminak a használata, mert az illető autósok eddig sem okoztak télen balesetet, és mi ezt képviseljük. Tehát ezt maximális mértékben abszurdnak tartom. És ebből fakadom megkérdezném, hogy a gumiknak a nem megfelelő minősége, vagy a nem megfelelő gumiknak az évszakhoz megfelelő gumiknak a használata milyen mértékben lehet, vagy volt kiváltó oka balesetek bekövetkeztének. Itt azt hiszem főleg a téli időszak az, ami számottevően kritikusabb állapotot tud mutatni. Hát igen, a téli időszak, mert ugye mindig ugye azt mondjuk, hogy ez kiváltható lenne úgynevezett 4 évszakos gumival, de én nekem az határozott véleményem is, ez a saját magánvéleményem, hogy a 4 évszakos gumi semmire nem jó. Tehát az nem jó nyáron, nem jó tavasszal, nem jó ősszel és nem jó télen. Télen a téli kabátot veszem föl, nyáron a nyári jacket veszem föl. Tehát ilyen nincs, hogy a téli kabát majd jó lesz nyáron. Szerintem ez a Móriczka szint. Szubjektív vélemény. Igen, nagyon sokat tesznek a hatóságok a tekintetben, hogy a lekopott gumikat, az egymástól eltérő mintázatot tengelyenként vizsgálják, és ezt minden egyes közúti baleset alkalmával meg is nézik, és jegyzőkönyvezik is. Van erre Magyarországon elfogadott törvény rendelkezés, hogy bizonyos hőmérsékleti teljesítmény alatt ugye már le kell cserélnünk a nyári gumit téli gumira? Tehát úgy mondjuk, mint a ajánlás van. Csak ajánlás. Ajánlás van, rendelkezés nincs. Ami most ugye megint ugye szembetűnő, hogy miért tudják azt tőlünk nyugatra megcsinálni, hogy bizonyos időszak után előírom azt, hogy október végét követően csak téli gumival lehet belépni az országba. Miért tudják azt megcsinálni, hogy ha olyan gumikkal okozok közúti balesetet, ami nem felel meg az adott ország előírásainak, azokat az előírásokat súlyosan megsértem, a biztosító még az én hátrányomba is fogja még értékelni a káreseménnyel kapcsolatos költségeket. Ugyanezt kéne. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Sajnos nem tudok mindent megkérdezni tőled, mert elfogyott a műsoridőnk. Innen kell, hogy folytassuk a következő műsorunkban. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat. A műsor támogatta a PTB Pajzs Kft. Önerőből lophatatlanná teszi autóját. A műsorvezetőt öltözteti a Vatis Corner, az elegáns férfi divatháza. A műsort a Max Taxi támogatta. Télen-nyáron mindig jó áron.